Nagyböjti lelki gyakorlatot hirdetett a Pécsi Egyházmegye, amelynek egyik helyszíne Tamási volt. Április 5-éig még 5 helyszínen adódik lehetőség a híveknek részt venni a közös elmélkedésen, ezzel készülve lelkileg Jézus feltámadásának ünnepére. A találkozás az a legnagyobb lelki erőt adó, és minél többen ugyanazért találkozunk, annál gazdagabb. A másik ennek a vidéknek van egy specialitása. Nagyon sok kicsi parányi falu, ahol fizikailag lehetetlen, hogy ezeket a lelki délutánokat mindenütt meg tudjuk tartani. És ezért gondoltam, de hogy mindenkit szeretném, aki igényes, aki azt mondja, hogy de nekem szükségem van erre, annak adjunk lehetőséget. De hogy ne kelljen sok, hogy mondjam, áldozatot hozni, ezért van a több helyszín, hogy minél közelebb legyen mindenkihez a találkozás lehetősége, és én így azt gondolom, hogy mindenki eljuthat ezekre a helyekre, és ami mögöttünk van, azok az események azt mutatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon sokan eljöttek mindenhova, hogy valahol egy közös délutánt, egy lelki feltöltődést töltsenek. Két része van mindig egy ilyen találkozónak. Egyik, amit itt megélünk, ennek van egy lelki gazdagsága, van egy közösségi öröme. De az igazi lényeg, amit magukkal visznek, ami holnap után a családjaikban megjelenik. A vasárnap délutáni nagyböjti lelki gyakorlatnak a Béri Balog Ádám katolikus gimnázium aulája adott helyszínt, ahol 3 órás lelki feltöltődésnek lehettek részesei az érdeklődők. Óránkénti ciklusokkal ismétlődő módon mindig óra egészkor énekkel indulunk, amelyben Kántor István és csapata fog közreműködni, vezetni bennünket. Utána egy-egy elmélkedés következik. Először Serbán Valentin, Hőgyészi plébános atya, utána Kovács József, a püspök úr titkára elmélkedik 4 órakor, 5 órakor pedig Lábár Tamás atya, az új pincehelyi plébános gondolatait halljuk majd. Ez körülbelül 15-25 perces részt jelent az órában, utána félkor egy rózsafűzért tizedet imádkozunk, majd pedig utána egy-egy keresztúti stációnak az elmélkedése hangzik el, és közte csönd, mert az elcsöndesedés is épp olyan fontos, hogy a készülődésünkben ne csupán mi beszéljünk, hanem az Isten szavára is igyekezzünk odafigyelni, azt meghallani. Ami történni fog, az remélem az, hogy a nagyböjt készülődésének az igazi értelme is egy kicsit kibontakozik mindannyiunkban, hogy előre akarunk figyelni annak a jövetelére, annak a csodájára, amit ünneplünk húsvétkor. Hiszen igazából az egész hitünknek a középpontja az mi úrunk Jézus Krisztus megváltó kínszenvedése, föltámadása. Ha erre nem tudunk jól fölkészülni, akkor az egész az könnyen elsikkad. Ezért fontos az, és ezért volt mindig is fontos, hogy az egyház gyakorlatában, a nagybőjti szent időben lelki készülődés is hangsúlyt kapjon. Ez régebben ugye úgynevezett rídumokon, vagyis ugye 3 napos elmélkedés sorozatokban valósult meg. Most a püspök atyánknak ugye ez volt a szándéka, hogy nagyobb központokban lehetőséget biztosítson arra, hogy a hívek összejöjjenek, együtt imádkozva, együtt készülődve, és emellett párhuzamosan akár a szentgyónásukat is elvégezve húsvéti készületük gyanánt. Mindez egyfajta lehetőség, segítség legyen abban, hogy az a készület, ami a hagyományos módon már nehézkesen tud megvalósulni, az mégis megtörténhessen. A hívek örömmel fogadták a lehetőséget, hogy közösen készüljenek a közelgő ünnepre, hiszen sokat ad ez a délután számukra. Lelki feltöltődést, egy vasárnap délután egy kis pihenés, és hát én nagyon szeretek így közösségben lenni. Ez mindenképpen jót tesz, mert látom a másik embernek is, hogy őre hogyan hat ez az egész dolog.
Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehetek. A következő nagybőti lelki gyakorlatra 25-én Pakson, míg 26-án Bonyhádon kerül majd sor.